Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. 116 éve született az író, költő. Közel két évtizede gyűlnek össze Vas Albert szobránál Bonyhádon. Fejlesztések, beruházások. Idén is több projektet szeretnének megvalósítani Cikón. Hogyan vezessünk a téli utakon? Fő a gondos előkészület. Takarékoskodási praktikák. Hogyan spóroljunk 2024-ben? Születésének 116. és köztéri szobra felállításának 19. évfordulóján Vas Albertre emlékeztek Bonyhádon. Az emléknap meseillusztrációs rajzpályázat alkotásaiból rendezett kiállítással és díjkiosztó ünnepséggel kezdődött, melyre idén rekordszámú pályázó jelentkezett. Beszédet mondott Kovács Gábor, a Vas Albert törzsasztal alapító tagja, akinek az író jelentős szerepet játszott életében. Ahhoz képest nagyon későn ismertem meg a műveit, viszont mind a mai napig a fejem fölött a könyvespolcon talán kis túlzása minden regénye, kis regénye, verses kötete ott található. Mit jelent? Egy igazodási pontot és igazolást arra az addig eltelt életemre, amíg meg nem ismertem őt, és utána pedig azóta egyfajta tartást. Van mihez igazítanom gondolataimat, életemet, másokhoz való viszonyomat. 1998. február 17-én elhunyt erdélyi magyar író, költő, irodalmunk kiemelkedő alakja volt. Mint Kovács Gábor megjegyezte, művei közül az 1953-ban írt 13 almafa volt az első, amivel annak idején megismerkedett. Amit egy hosszabb utazás során mellettem ülő kollégám folyamatosan olvasott, és utána én is kézbe vettem. Én addig, ez már nagyon rég volt, még Vas Albert életében, én addig nem is hallottam róla. Talán a nevét hallottam, de fel se tűnt, hogy létezik. A műveiről és annak a hihetetlen gazdagságáról, tartalmáról fogalmam nem volt. Tehát jócskán felnőtt fejjel egy ilyen baráti alkalom volt, és nekem is a 13 almafa volt a kollégám által, amivel elkezdtem, és utána nem tudtam letenni a többit sem. Az író emléke előtt tisztelegve Emese álma című mondája, illetve a Tavak és erdők könyve 6. mese című írása nyomán rajzpályázatot hirdettek, melyre idén minden eddiginél több részvevő jelentkezett. Mindösszesen 267 alkotás érkezett be, melyeket a Művelődési Házban rendezett díjkioszton jutalmaztak. A hideg időjárás miatt hétfő este 8 órától életbe lépett az úgynevezett vörös kód. Ez azt jelenti, hogy valamennyi szociális intézmény számára kötelező a hajléktalan vagy bajba jutott emberek befogadása, jelentette be a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára. Fülöp Attila közölte, az intézkedés előreláthatólag szombat reggel 8 óráig lesz érvényben. Kitért arra, hogy a meteorológiai szolgálat az elkövetkező éjszakákra néhány helyen mínusz 10 Celsius fok körüli hőmérsékletre számít. Ilyen időben életveszélyes lehet, ha valaki hosszabb ideig az utcán tartózkodik. A tavalyi évben egyebek mellett két nagy, közel 300 millió forintos projekt valósult meg Cikón. A településen idén is számos beruházást terveznek. Az önkormányzat többek között járdákat, utakat és épületeket szeretne felújítani. Cikón 2023-ban új csapadékvíz elvezető rendszer épült, továbbá megújult a települést Műcsénnyel összekötő út. Ezzel több évtizedes problémák oldódtak meg. Az utat több, mint 2 km hosszban teljes szélességében aszfaltozták újra. Ezáltal biztonságosan tudnak közlekedni a lakosok, és könnyen elérik a környező településeket. A vízrendezés során mederkotrásra és mederrendezésre került sor, továbbá iszapfogó gátakat építettek be. Belterületen pedig záportározót alakítottak ki. A vízrendezéssel kapcsolatban pozitív tapasztalataink vannak, többször hullott le nagy mennyiségű csapadékvíz,
és semmi problémát nem okozott a településen, úgyhogy úgy látjuk, hogy biztonságosan elvezeti az árok a nagy mennyiségű csapadékvizet, tehát csak pozitív oldaláról tudok beszámolni. Az úttal kapcsolatban is pozitív. Nyilván az iskolabusznak nagy gondot okozott kerülgetni a kátyukat, meg szállítani a gyerekeket, és a lakosok is örülnek, mert sok-sok éves probléma oldódott meg ezzel a felújítással. A polgármester elmondta, Cikón idén is sok tervük van. Szeretnének felújítani több járdát és utat, erre várják a pályázati lehetőségeket. Ezen kívül korszerűsítik a székelytájházat, a sportpályán lévő öltözőt és a régi nagy kocsma épületét. A játszótéren is átalakításra lehet számítani az ott lévő eszközök elavultsága miatt. Továbbá szeretnék folytatni az előző évben elkezdett parkosítást is. Az utak, járdák felújítására mindenképp nagyon fontosnak tartjuk. Erre kevés pályázati lehetőség volt az elmúlt évben, nagyon előregettek az utak is, a járdák is, úgyhogy szükségszerű a felújítások. Ez nagyon fontos, úgy gondolom. A lakosság részéről van igény a játszótereknek a felújításra. Az elmúlt években nagyon sok kisgyermekes család költözött a településre, használják a játszótereket. A központban már sikerült önerőből felújítanunk a játszóteret. A másik két játszótérre is nagyon nagy szükség lenne. A településen a tavalyi évben emelkedett a lakosság szám is. A családtámogatásoknak köszönhetően sok kisgyermekes család vásárolt itt ingatlant. Molnár Józsefné azt mondta, így teljes létszámmal működik az óvoda és az iskola is. A továbbiakban is folytatódnak a bölcsőde fejlesztések, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Hordung Ágnes elmondta, az elmúlt évek a komplex bölcsőde fejlesztésének köszönhetően egyre több szülő tudja ezekben az intézményekben elhelyezni kisgyermekét. 2010-hez képest csaknem megduplázódott az ellátást biztosító férőhelyek száma. A fejlesztések a jövőben sem állnak meg. Uniós és hazai forrásokból csak nem 10 000 új bölcsődei elhelyezés biztosító férőhely építése zajlik. Március 1-től változik a tarifarendszer az állami közlekedésben. A vármegyebérleten és az országbérleten kívül minden más eddig használt bérletet megszüntetnek, jelentette be az építési és közlekedési miniszter. Lázár János hozzátette, új, napi kedvezményes jegyet is bevezetnek, a Vármegye 24 napi jegy 999 forintba, a Magyarország 24 napi jegy 4999 forintba fog kerülni, és korlátlanul felhasználható a MÁV és a Volán összes járatán. A 65 év felettiek ingyenes utazási kedvezményét kiterjesztik a 14 év alattiakra is. A 14-25 év közöttiek, ha nem vesznek bérletet, 50%-os kedvezménnyel utazhatnak csak úgy, mint a közszolgálatban dolgozók, amennyiben regisztrálnak ennek igénybevételére. A havas, de még inkább a jeges út igencsak próbára teszi az autósok türelmét, tudását, idegrendszerét. Nem mindig a gépkocsi márkája, minősége határozza meg, hogy célba érünk-e, főként a téli utakon. Ez leginkább a vezetők tapasztalatától függ, valamint attól, hogy betartjuk-e a közlekedési szabályokat. Az elmúlt napokban már megtapasztalhattuk a tél igazi arcát, ezzel együtt a téli közlekedés velejáróit is. Az eső, havas eső és hó miatt csúszós utak, a rossz látási viszonyok, köd, szürkület mind nehezítik a közlekedést az elkövetkező időszakban is. Épp ezért az emberek nagy többsége már jóval a tél beállta előtt tudatosan felkészült. Átcseréltem a téli gumira, megnézettem a fagyállót, ugye, az fontos. Más, ugye, főleg ha esik a hó, lassabban megy az ember, csúszósabbak az utak, óvatosabban kell, oda kell figyelni, párásodik az ablak. A megváltozott közlekedési körülmények váratlan helyzet elé állíthatják a járművezetőket. Éppen ezért fontos, hogy a gépkocsi vezetők vezetés technikailag is felkészültek legyenek. Hát ez csak úgy működik, ha az ember észre ül abba az autóba és úgy nyomja azt a gázpedált. Másképp a jeges úton teljesen mindegy, hogy milyen gumi van fönn, ott az autó, az csúszik, az megy. Itt csak az emberen múlik, aki fogja a kormányt, hogy vezet. A tél azonban nem csak a sofőrök számára kemény időszak, hanem az autóknak is,
Főleg azért, mert sok járművezető nem szán arra időt, hogy téliesítse az autóját. De ugye az, hogy a garázsból elinduljunk, vagy akár az autó parkolójából, ugye azt tudni kell, hogy milyen gumink van a járműben, világításaink rendben vannak-e, az ablaktörlőink rendben vannak-e, fagyáló van-e az ablaktörlő, vagy az ablakmosóban, mert ugye sajnos, ha odafagy, hát nem fog kilátni rajta ugye senki. Fontos, hogy az útkanyarolatokat mérsékelt sebességgel és körültekintéssel közelítsük meg, hiszen az ott megjelenő vízátfolyások, lefagyások, a nem megfelelő sebesség és esetleg a kopott, nem megfelelő bordamélységű gumiabroncs miatt a baleset bekövetkezhet. Ha belekerünk egy olyan szituációba, hogy megcsúszik, megfarol a jármű, ugye itt lehet minden, sok mindent hallani. Ide kormányzunk, oda kormányzunk, ellent kormányzunk. Én mindig azt szoktam javasolni, túl nagy balhét ne csináljanak, hogyha csúszik, az úgyis fog csúszni. A kormányzásnak akkor van lehetősége, meg jelentősége, hogyha az autó valamelyik kereke még alkalmas hajtásra. Akkor ugye van értelme, hogy még elfordítsuk erre vagy arra, hogy az ömeautó az nem négy kerékhajtásos, hétkerékhajtásos, ott nagyon kevés ez az esély. Tartsunk nagyobb követési távolságot az előttünk haladó mögött, és kerüljük a hirtelen kormánymozdulatokat. Ebben az időszakban és útviszonyok mellett előnyösebb a motorfék használata és a szakaszos fékezés. Ne feledjék, ez csak pár jó tanács, ami a téli időszakra jellemző baleseti fajták megelőzését szolgálja. Vezessenek mindig körültekintően, az időjárási, a látási és az útviszonyoknak megfelelően. Tegnap megkezdték a személytárolók mellé kihelyezett fenyőfák elszállítását Tolnavár megyében. Szekszárdon a következő ilyen időpont január 22-e lesz. A szolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy a kisebb fenyőfákat egyben, a nagyobbakat kettévágva a kukák mellé helyezzék ki. A szállítást tömörítős felépítményen rendelkező tehergépjárművekkel végzik, ezt követően a begyűjtött növényi hulladékot ledarálva, komposztálva hasznosítják. Nagyon fontos, hogy a fenyőfadíszeket, szaloncukrokat, égősorokat távolítsák el, mert balesetveszélyes és tönkreteheti a hulladékkezelő cég járműveit. Hazai pályán 4-1 arányban győzte le a Tolnamösi Futsal Sport Egyesület MB3-ban szereplő férfi csapata az egyosztállyal feljebb játszó Nagykanizsát a Futsal Magyar Kupa második fordulójában. Ágics Péter gárdájai tovább jutott, és várhatja a következő ellenfelét. A találkozóra körülbelül 100 néző látogatott ki. A tolnaiak góljait Keszthelyi György, Deli Dániel, Sásdi Bence és Lackó Krisztián szerezték. Az energiahordozók árainak folyamatos emelkedése életünk szinte minden területén megnyilvánul. Ajánlatos ezekhez a változásokhoz a lehető leggyorsabban alkalmazkodni és felkészülni. Szekszárdon megtakarítási praktikák után érdeklődtünk. Az idősebb korosztálynak a spórolás nem újdonság. Azokban az időkben, amikor Magyarországon 50 fillér volt egy gombócfagyi, ritkán nyalták a jeges desszertet vagy ettek édességet, mondta el nekünk a szálkai hölgy, mert félre kellett tenniük. Ahogy csak tudunk, úgy spórolunk. Muszáj. Kis nyugdíjasok vagyunk, és muszáj megfogni. Muszáj megfogni. Én meg beteg is vagyok, most fizettem ki éppen majdnem 60 ezer forintot a gyógyszeremi, azt meg kell vennem, ha az ennivalóm is. Úgy csináljuk, hogy összesporuljuk a kis pénzünket, veszünk disznót, és akkor van kaja. És akkor nem a boltba megyek húsé, hanem otthon van a húsom a hűtőládában. Kérdésünkre válaszadóink többsége nyilászáró cserével és szigetelése indult neki ennek a télnek. Mi igazából most szigeteltettük a házunkat, ami nagyon hasznos volt, mert hogy most nem kell olyan magasra tekerni a gázt, illetve mi vegyesen is fűtünk, tehát nekünk van fa tüzelésű is, úgyhogy azzal is egy kicsit tudunk spórolni, és nem fogyasztunk annyi gázt, illetve mindenhol lekapcsoljuk a villanyt, ez ilyen mániánká vált most már a családban, hogy ahol nem vagyunk, ott mindenképpen lekapcsoljuk, és ha nem muszáj, akkor nem kapcsoljuk fel, illetve egy csomó égőt kitekertünk, ahol nem kell, ott csak egyet használunk, úgyhogy ezzel próbálunk spórolni. Nyugdíjasként nehéz spórolni ünnepek idején, ahol nagy a család. Ha sokat lehet spórolni valamin, akkor az étkezésen. A magyar ember úgy van vele, hogy a hasán lehet a legtöbbet spórolni, mert az kívül nem látszik.
Az öltözéken nem igen lehet spórolni. Habár én 76 éves vagyok, én már erre nem vadok. Tehát már nem akarok magamnak új téli kabátot, meg egyébként vásárolni. A másik, hogy vannak időszakok, amikor hiába tervezem a spórolást, nem tudok spórolni. Itt van például a december, 8 unokám van. Sokan arra törekednek, hogy minél kevesebb energiafogyasztót használjanak. Tizócsere és nyílászárókat is cseréltük, fűtéssel is spórolunk, ahol csak lehet. Hát igazából meg az ételen. Vannak, akik szerint egészséges életmóddal hatékonyabban átvészelhető a takarékoskodás. Én úgy gondolom, hogy az egészséges határokat meg kell tartani, és hogyha az ember előre gondolkodik, ezek a praktikák az, hogy az ember beszigeteli a házat, hogy többféle fűtési módszerrel fűt, klímával is akár szellőztet, de azt is egy minimális ideig, és a megfelelő étkezés is nagyon fontos. És amellett meg úgy gondolom, hogy az egészséghez hozzátartozik a mozgás is. Tehát, hogyha az ember eljár mozogni is, akkor egészségesen él, a vérkeringése is egészségesebb, és már is más a hőérzete. A fiatal generációban megkérdezettek havi költségvetést írnak, és fontossági sorrendet készítenek kiadásaikról. Nem járunk bulizni, ilyesmi. Mindig ott arra törekszünk, hogy először a megfelelő, meg a szükséges dolgokat fizessük be, a számlákat, ilyesmi, és akkor utána abból, ami marad, abból félretesszük, ami kell, és akkor ugye későbbi célokra törekszünk ezáltal. Az, hogy hatékonyan tudjunk takarékoskodni a mindennapokban, fontos egyfajta tudatosság és előrelátás. Nehéz időkből származó mondásunk, sok kicsi sokra megy, megfontolandó gondolat. Regionális híreink következnek. Lakásokat melegítenek a kidobott pécsi karácsonyfák. A hőerőmű biomasszát készít a fenyőkből. Vízkereszt. Több mint 30 házat áldottak meg Szőlősgyörökben. Fergeteges koncertet adott Deák Bél Gyula. A pécsi Winterfest része lesz a Blues Király. Folytatja az elmúlt évek sikeres gyakorlatát, és a karácsonyi időszak után fogadja a begyűjtött fenyőhulladékot a pécsi hőerőmű. Az ünnepek után kidobott, feleslegessé vált karácsonyfák biomassa formájában kerülnek hasznosításra. A gazdasági társaság több, mint 31.500 lakás és 480 közintézmény távfűtéséről gondoskodik, az újévi időszakban felgyülemlő karácsonyfák energetikai hasznosítása pedig hozzájárul a körforgásos gazdasági modell megvalósulásához. Géppel pakolják a kidobott karácsonyfákat a pécsi hőerőmű területén, ezen a korábbi felvételen. Már évek óta hasznosítják az ünnepekre vásárolt fenyőket, miután kikerülnek a lakásokból. Ezek a karácsonyfák ilyenkor vízkereszt után keletkeznek, és február elején végződik tulajdonképpen a karácsonyfák begyűjtése, és eddig ezek a karácsonyfák hát hasznosulatlanul lerakóba kerültek, mi pedig el tudjuk használni a karácsonyfákat tüzelőanyagként. Ez összességében ilyen 40 tonna nagyságrendi karácsonyfát jelent egy szezonban, és ez 85 lakás fűtését tudja biztosítani a Pécsváros számára egy hónapnyi időtartamig. Tehát így kell értékelni ezt a karácsonyfa mennyiségnyi hasznosítást. A helyben keletkező hulladékfát hasznosítják, figyelnek arra, hogy ne okozzanak nagyobb környezeti kárt, mint amennyi hasznot jelent ez, hiszen a fenyők szállításával például jelentős környezeti terhelés is járhat. A társaságcsoportunk gyakorlatilag a körkörös gazdasági modellnek a működését preferálja. Ezzel azt segítjük elő, hogy a helyben keletkező tüzelőanyagokat hasznosítjuk, és nem távolról hozzuk a szükséges tüzelőanyagot, hanem azt a tüzelőanyagot hasznosítjuk, ami itt keletkezik a régióban, és a helyben szükséges energiákat állítjuk elő belőle, úgy, mint távhőt és úgy, mint villamos energiát. A társaság egyébként 31.500 lakás és 480 intézmény fűtését biztosítja Pécsett. A kidobott karácsonyfákat a hulladékgyűjtő járatok szedik össze Pécsen, így a helyieknek csupán ki kell majd tenniük a fenyőket otthonaik elé. Az aprítási munka a zökkenőmentessége érdekében fontos, hogy mentesítsék azokat minden olyan tárgytól, szaloncukortól, műanyagdíszektől, fűzérektől,
vízkeresztektől és égősoroktól, amelyek nem minősülnek biomassa alapanyagnak. A kidobásra szánt fenyőfákat az erőmű fogadóterépen mobil aprítógépek segítségével aprítják fel, majd az előkészített faanyag bekerül az ömlesztett biomassa felhasználó egységbe. Több mint 30 család otthonát áldotta meg a helyi plébános Szőlősgyörökben vízkeresztkor. A településen régi tradíciója van ennek a keresztény ünnephez kapcsolódó néphagyománynak. Ennek elődeink is gonosz űző jellege tulajdonítottak. Áld meg ezt a házat! Lakjék benne egészség, tisztaság és a lélek legyőzhetetlen ereje. Így kérte az áldást Palcert Zoltánék házára Arányi Zoltán plébános, aki szentelt vízzel meghintette az épületet és a bejárati ajtó szemöldök fájára felírta az évszámot és a latin áldás kezdőbetűit. A házszentelés ez nekünk egy fontos áldás a Jóistentől, hogy békesség és nélkülözés nélkül éljünk ebben a házban. A Szőlősgyöröki utca másik oldalán fiúkházára is áldást kért a család. A házszentelést azért kértük, mert egy pár éve költöztünk ide, és közben gyarapodott a család két kislánnyal, és a házat bővítettük, és soha nem volt még erre lehetőségünk, úgyhogy most éltünk ezzel a szenteléssel. Huberék hisznek abban, hogyha egy házat megáldanak, akkor a benne élők bízhatnak az egészségben, a szeretetben, a békében és a nyugalomban. 19 óta kérem minden évben. Egyetlen egy év maradt ki, a 21-es év, és akkor történt egy tragédia is nálunk, úgyhogy azóta most én ezt nem engedem, hogy kimaradjon. Vízkereszthez több néphagyomány is kapcsolódik. A karácsonyi időszak végével ez a karácsonyfák lebontásának ideje, és ekkor kezdődik a házszentelések időszaka. Régi hagyomány a katolikus egyházban, hogy Urunk megjelenésének vízkereszt ünnepi január 6-án megáldjuk a házakat, illetve azt követően is, de ezzel a nappal kezdődik, és ez a fő napja a házszenteléseknek, amikor kérjük a mindenható Istent, hogy a újonnan a megáldott, szentelt vízzel meghintett házaktól tartsa távol a gonosz lelket és az ördögnek a cselvetését. A vízkeresztkor történő házáldások hagyományát az 1980-as években elevenítették fel újra a faluban. Akkor először a pince soron lévő pincékre kértek áldást a szőlős gazdák. Idén már több mint 30 otthont keresett fel a plébános, és vitt áldást az ott élőkre. A sorból Szőlősgyörök hivatala sem maradt ki. Ez egy példa. Szolgáljunk példaként sok-sok ember felé, hisz én azt gondolom, hogy ha a település olyan épülete, ami én úgy gondolom, hogy az első épület, de nem csak a hivatalunk, hanem a művelődési házunk is részt vesz ebben a dologban, én azt gondolom, hogy ezek példaként szolgálnak vagy szolgáljanak, nem csak itt, hanem máshol is, hisz ezekkel kell indítani. Mindig úgy gondolom, hogy nekünk vezetőknek kell előjáróként szerepelni ebben a dologban, és hogyha mi ezt jól csináljuk, akkor valószínűleg jönnek is utánunk. Vízkereszttel lezárult a karácsonyi egyházi ünnepkör, és megkezdődhet a nagybojt kezdetéig tartó lakomák, mulatságok időszaka, a farsang. Fergeteges koncertet adott Deák Bill Gyula a Zsolnai negyed E78-as termében. Az énekes 75 évesen is magával ragadó egyéniség hangjával, dalaival elvarázsolta közönségét. A Winterfest programjai között hallottuk a hétvégén. Az egész műsor gerincét a régi ismert számok adták, mint a Rossz vér, a Kőbánya blues vagy a 60 csapás. A koncert előtt a 75 éves Deák Bill Gyula elmondta, számára ez a műfaj nem csak a pénzről szól, hanem szeretné kell nagyon a blues zenét és a közönséget is. Ez pedig nála szent, több mint 50 éve. Igazából ez a dolog, a blues zene, az nem csak egy zene, hanem egy életforma. Ezt szeretnék el. Ez, aki nem lakott egy 5x5-ös szobában hatan, és nem mosakodtak egy laborba, meg nem ettek egy zsíros kenyeret, vagy cukros zsíros kenyeret, vagy nem örültek egy almának, az nem tudja igazából, hogy mi a blues. A Rózsadombon biztos nem fogják tudni. Tudnak így énekelni blues, mint én. De hát ez van. A blues egy életforma, egy életérzés. Magával ragad és nem ereszt. Hatalmas hálát érez a közönség felé, ez pedig oda-vissza működik. Teltházas koncert, fergeteges siker. Ez jellemezte Bill kapitány koncertjét Pécsen a Zsolnai negyed E78-as termében. A produkció a Winterfest of Pécs egyik záró attrakciója volt. A főszervező már gondol a következő Winterfestre. Előkészülünk valamennyire, ugye mivel hogy már egy bejáratott fesztiválról beszélünk, ezért nem kell annyira nagyon korán elkezdeni most már,
de most egy kis pihenés, és akkor azért szerintem az év második felétől elkezdjük, mert nagyon komoly sztárvendégeket fogok jövőre is hozni, sőt a délszlávságból, Horvátországból a Severinát fogom hozni, Severina művésznőt, aki az egyik legnagyobb horvát sztár, tehát szó szerint a legnagyobb, ami ez egy elég komoly előkészületet kell, hogy megtegyünk. A Winterfest fergeteges sikert aratott a Balkán Fesztivál, a Schwab Fesztivál, a Neoton és legutóbb Deák B. Gyula közreműködésével. Született egy megállapodás is, miszerint ezentúl minden évben a Blues Király vendége lesz a téli fesztiválnak. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. 116 éve született az író, költő. Közel két évtizedet gyűlnek össze Vas Albert szobránál Bonyhádon. Fejlesztések, beruházások. Idén is több projektet szeretnének megvalósítani Cikón. Hogyan vezessünk a téli utakon? Fő a gondos előkészület. Takarékoskodási praktikák. Hogyan spóroljunk 2024-ben? Szerdán derült, szikrázó napsütéses, de egyben hideg időnk lesz. A légmozgás országszerte legyengül és déliesre fordul. A hajnali, helyenként mínusz 10 fokot is elérő fagy, kora délutánra jellemzően ismét csak 0 fok köré enyhül. Éjjel nyugodt, szélcsendes és erősen fagyos idő következik. Friss hírekkel közelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor ezt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!